A nyugatbácskai termőföld különösen alkalmas a mogyoró termesztésére. Ennek ellenére a földtulajdonosok nehezen határozzák el magukat ültetvény létesítésére, mert több évet kell várni a teljes termésre. Zombor területén, Alexa Santic határában az olasz Ferrero cég szerbiai leányvállalata 700 hektáron ültetett mogyorót, mert a felmérések szerint tökéletesek a feltételek. A jelenleginél sokkal nagyobb területen kellene termeszteni mogyorót, ha a termőföld minőségét vesszük figyelembe, az itt található szántók kiválóak erre a célra, az éghajlati viszonyok is megfelelőek. A mogyoró igen szívós növény, ellenálló mind a kártevőkkel, mind a betegségekkel szemben, nem igényel különleges növényvédőszereket, a már jól beváltakat nyugodtan használhatjuk. Törökország a világ első mogyorótermesztő, ott 700 ezer hektár ültetvény van, a második helyen Olaszország van 70 ezer hektárral. A szakemberek szerint a mogyoró termesztése biztos hasznot hoz, mivel a termés mindig el kell, ugyanis az édességgyártó cégek egyik legfontosabb nyersanyagáról van szó.